A segítségnyújtás kiemelt időszaka advent. A ráhangolódás napjaiban érkezett Kecskemétre Barabás Éva, a népszerű műsorvezető, aki a jó szándékot hangsúlyozta a Gong Rádió téma című műsorában. Köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon aranyosak vagytok. A Vojtila Barátságközpontban Barabás Évi elmondta, az SOS gyermekfalvak nagyköveteként minden karácsonykor elmegy a három magyarországi közösségbe, hogy együtt ünnepeljen a kicsikkel. A családi mézes kalács recept tésztáját ő maga gyúrja. És a gyerekekkel együtt nyújtjuk ki, a gyerekekkel együtt nyomjuk a formákat, díszítjük, és aztán jó gyorsan mindenki megeszi. Tegnap is gyúrt és sütött, hogy a Vojtila sors közösséget ma megajándékozhassa. A gondozottak örömmel hallgatták Évit, akinek életfilozófiája, hogy a szeretet, a segítség mindig körbeér. A magyar tanárnőmtől általános iskolában azt tanultam, hogy a szeretet ajándékoz és nem tartja a tenyerét. Anyukámtól pedig azt tanultam, hogy minden érez ezen a földön, és hogy vegyem ezt észre, és hogyha valamit adok, az még szebb és még jobb legyen, mint ha magamnak készíteném. Az ebéd előtt Kézi Zoltánné, a kecskeméti SOS gyermekfalu vezetője is szólt a Vojtila ház gondozottjaihoz. Mindketten arra ösztönözték az elesetteket, hogy bízzanak magukban. A jó hangulatú találkozót egy ízletes adományebéd követett. A menü rizses hús volt, májjal és péksütemény, valamint Évi mézes kalácsa. Évi kedvenceit, sőt védenceit is meglátogatta. A Menhely az Állatokért Alapítvány munkatársai sajnos igen sok árva kutyát tudtak megmutatni. Úgyhogy nincsen gazdátok, de ott ül benne, gyerek. Nézd meg, hogy lefonyult a fülecskét. Igen, okosak. Jaj, Istenem. Barabás Éva szerint, ha nem figyelünk az időseinkre, a gyerekekre és az állatokra, akkor az a mi tükrünk. A tükör pedig nagyon csorba, ha azt mi nem gondozzuk.